sportosat. Híradónk vendége Vancsa Miklós, az MTK játékos megfigyelője. Szervusz, üdvözöllek. Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. De most nem az MTK-val szeretnék foglalkozni elsősorban, nem haragszol. Várom a kérdéseit. De egyébként még ott vagy, mint játékos megfigyelő, ugye? Igen. Na, szuper. Nem is tudom, válogatott, vasas. Jó, legyen a először a vasas, jó? Legyen. Mit szólsz a vasashoz? Matematikailag még benn maradhat, de hát ugye mindenki látja és tudja a tabellát elnézve, hogy a vasas nem fog már benn maradni az NB1-ben. Tehát annyira nem lehet csodát tenni semmilyen szinten, még a Csányi sem fog tudni, hogy benn maradjon. Ugyanakkor úgy döntöttek a vasas vezetői Nagy Miklóssal az élen, hogy marad a Kondás vezetőedzőként, mert hogy ők nem járulnak ahhoz hozzá, hogy úgymond a játékosok buktassák meg az edzőt. Mi erről a véleményed? Lehetett volna még esetleg egy új edzővel, egy új impulzust adni és csodát tenni, vagy valóban már itt eldőlt minden a vasasnál? Amikor idefelé jöttem, sokat gondolkodtam, hogy egyáltalán vasasról beszéljek-e, de nyilván ennyi eltöltött év után ez a téma kikerülhetetlen. És... Na most, ha nem te, akkor ki? Hát igen. Bocsáss meg, a múltad miatt. Jó, csak nem szeretnék abba a színbe föltűnni itt most, ez a vasas egyrészt még nem esett ki, bár sajnos a tabella alapján elég jó eséllyel pályázik az egyik kieső címre, de mondhatnám, hogy velem is kiesett a vasas, tehát itt most túl okoskodni a dolgokat nehéz, hozzátéve azonnal is egyáltalán nem magyarázkodva és megvédve magamat, azért abban az évben, amikor mi kiestünk a stadion rekonstrukció miatt egy évig végig a Szusza Ferenc stadionban játszottunk, nyilván jóval kisebb büdzséből mentünk, és hát még ami nagyon fontos, hogy a vasas szurkolóknak az utolsó fordulóig volt esély a bennmaradásra. Kíváncsi leszek, hogy most az idén lesz-e ennek a vasasnak esélye a bennmaradásra. Az igen, mert most fordulóban... a pont úgy néz ki a pont helyzet, hogy ugye még 9 forduló van hátra, és 19 pontja van a vasasnak. Na most, amíg bennmaradó helyen álló Újpestnek, 10. jelen pillanatban 27 pontja van. Igen, ismerem a tabellát. Tehát nagyon-nagyon-nagyon. Nem egy könnyű helyzet ez azzal együtt. Most ha jön egy csoda edző, lehet, hogy sikerül, de lehet ilyenkor egy csoda edző? Tehát tud még segíteni bárki? Szerintem ez nem edzőkérdés, mint ahogy kiderült, hiszen a Kondás Elemér, aki egyébként, akivel jó barátságot ápolok, vagy ápoltam, amikor edző lett, akkor én fölhívtam őt, gratuláltam neki, és tiszta szívből felajánlottam a segítségemet. Megígérte, hogy él vele, de azóta nem beszéltünk, de nincs harag ezért, hát ő tudja. Visszatérve konkrétan az egész évre, tehát amikor ezt a játékos keretet sokan túlértékelték, szerintem az hiba volt, szerintem a Nagy Miklós is ezt tette. Gyakorlatilag a keretben persze vannak értékes jó játékosok, de azt gondolom, hogy bizonyos posztokon nagyon nagy dömping van, és nincs kiemelkedő tudású játékos, ezt szerintem mondhatjuk akár a center vagy a belső védő posztokról is. És, te mit tudsz arról, hány igazolt játékos a vasasnak? Hát azt mondják, utána, hogy közel 40. Nem tehát jártam nagyon, ennek utána, nagyon de nem egészséges, ha sok játékos van, és azt azért merem mondani, hogy sok játékos van. De mondom, nagy hiba volt a kommunikációjukban is. Úton útfélen csak azt lehetett hallani, hogy szerethető csapatot akarunk, meg magyar fiataloknak adunk lehetőséget. Gyakorlatilag itt a magyar fiatalok elvétve kaptak szerepet. Sajnálok egy Sztojkát, egy Kapornait, akit már régbe kellett volna építeni, már az NB2-be a csapatba, de mondom, ilyen hangzatos meg. Hát ez a keret véleményem szerint, meg ahogy a vasas szurkolóktól hallom, ez minden csak nem szerethető. Úgyhogy azért itt történt egy-két mellényúlás, de hát a fociban benne van. Azzal együtt mindig csodálkoztam a Miklóson, a Nagy Miklóson, hogy ilyen bátran elvállalt egy ilyen feladatot, nem megbántva őt, mindenféle szakmai tudás nélkül. Tehát nem neki valami túl nagy fába vágta a fejszét? Diplomatikusan fogalmazva? Nézd, a magyar fociba jellemzően az élet más területeiről keverednek a magyar futballt irányító vezető pozíciókba. Sokszor csak a fejemet fogom a nyilatkozataikon,
És hadd mondjak egy nem vasasos esetet, például a Honvédnak az új vezetője, jót mosolyogtam rajta a székfolójában, azt mondta, hogy már pedig a Honvéd nevelésű játékosok közül 21 éves kora alatt ő senkit nem fog eladni. Hát kedves ügyvezető igazgató úr, innen is segítek neked, 21 éves kora után meg nem is fogod tudni eladni a magyar játékost komoly bajnokságban, ez biztos. De nem akarok nagyon belemenni, mert nagyon-nagyon sok véleményem is, markáns véleményem is van a Vasasról, de... És akkor azt lehet tudni, hogy mi történt a Vasas, hogy miért nem tudott az NB1-ben lábra állni? Ez a keret nem erős, ez a keret túl van értékelve. Tehát magyarul akkor rosszul arra igazoltak? Arra ez a keret jó, hogy vértizzadva egy jó motivált rendszerben akkor egy bennmaradást elérjen. De semmi több ebben a csapatban nincsen, tehát ez szent meggyőzésem, hogy mondom, maximum egy bennmaradás megvan. Akkor rossz, ki döntött arról, hogy kik dönthetnek? Hát ahogy én látom, most a Vasas vezetése az 1-1-ben Nagy Miklós döntései múlik, de a belső viszonyokat igazából nem ismerem. Akkor most mi lesz? Mindenkit kisöpörnek, és teljesen fiatalokkal az NB2-ben megpróbálják a Hát ha az eddigieket látom, akkor szerintem megtartják ezt a keretet, aztán megint megnyerik az NB2-t, és akkor megint jön egy NB1-es év. Szerintem itt az elmúlt 4 évben, 3 évben azért itt nagyon ellettek cseszerintve a dolgok, hogy finoman fogalmazok, nem építették. Tehát azt, amit mondtak, teljesen az ellenkezőjét csinálták. Tehát itt rengeteg fiatal játékost be kellett volna építeni. Most mondok egy példát, 2014-15-ben úgy jutottunk föl a Vasassal, nyertük meg a bajnokságot, hogy annak már alapembere volt az NB2-es csapatnak a Vida Máté, a Berec Zsombor, de sorolhatnám, aztán hoztunk még rengeteg fiatal, tehát mi egy fiatal csapattal jutottunk úgy az NB1-be, hogy pont akkor vezették be a 12 csapatos bajnokságot, de azok a fiatalok már egy picit a felnőtt fociba úgy belerázottak. Volt egy nehéz évünk, bennmaradtunk, és a következő évben harmadikok lettünk, kupadöntőt játszottunk, számos fiatal játékosunk felnőtt válogatottságig vitte. Akkor én úgy gondolom, akkor volt stratégiánk, akkor úgy szisztematikusan dolgoztunk. Aztán jött a stadionépítés, egy évig nem tudtunk a Fáj utcába játszani. Nyilván ez egy kicsit az eredményességre azért volt hatással, mondhatjuk. Meg elfáradt az akkori edző és a csapat közötti kapcsolat. Ma is állítom, ha akkor edzőt váltunk, akkor az a csapat gond nélkül bennmarad. Na. Ezért kérdeztem. És most várt a Vasas edzőt, bennmaradhat? Az egy másik szituáció volt. De most ennél, hogy látod? Hát ebből a helyzetben szerintem már nagyon nehéz. Tehát hogyha ha jön egy jó széria, ami 24 meccsen keresztül nem sikerült jönnie, hát nem tudom. Tehát annyira sok... Igen, 3 győzelmet aratott 24 meccs alatt a Vasas összvisz. Hát most a 9-ből szerintem 5 kellene, de szerintem az 5 is nem biztos, hogy elég. Pont azért nem, mert egyébként az Újpest is és a Honvéd is, akik konkurensek most, igen, a bennmaradási vívott harcban, és hát ugye azért ma a 12 csapat közül, és ezt ki kell mondani, bármilyen fájó, a Vasas néz ki legrosszabbul, most ilyen egyszerűen fogalmazva. A Honvéd és az Újpest is azért csinál győzelmeket, lehet hinni abban, hogy ők benn fognak tudni maradni. Tehát azért mondom, hogy ez a 8 pontos hátrány, ez nem edzőkérdés. Viszont ami Újpest ellen utazik, ugye ez volt a Vasassal, amikor kiesett, hogy ő akkor kapta a legtöbb, nála volt a legrosszabb a gól különbség, ugye rugott és kapott góloknál. Na most jelen pillanatban nem a Vasasnak van a legrosszabb gól különbsége, hanem az Újpestnek. Azt szokták mondani szakemberek, hogy ez már eléggé sokat jelezze azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a jövője egy adott csapatnak. Ezek szerint akkor lehet, hogy az Újpest fogja a Vasast kikísérni? Hát ezek szerint akkor te azt látod, hogy az Újpest fog kiesni. Igen, csak most ők edzőt cseréltek. Igen, nagyon érdekes. Visszajött a régi edző. Lehet, Vignyevics, hogy a vezetés jobban bízik abba a Vignyevicsbe, akit már ismernek. Azzal együtt én ezt a Krusicsot is jó edzőnek tartottam, sőt, valahol furcsa érzése van, de mind a 3 szerb edző, aki ma Magyarországon dolgozik, a Debrecen edzője, a Honvéd edzője és az Újpest edző is, nekem a munkájuk tetszik. Bocs, már 4.
Na, Újpestől elküldött. Igen, ment. A Krusics most olvastam, hogy Kisvárdára ment. Igen. Hát ez a magyar focinak, ez is egy fura helyzete. Mondom még egyszer úgy, hogy a Krusicsot én egy amit én a csapataitól láttam, ahogy építette a csapatát, szerintem ez egy felkészült edző, ez a Krusics. Mm. Nem ismerem személyesen, de én úgy láttam. Akkor a Vasasnál most felesleges lett volna edzőt váltani akkor. Mert egyes hírek szerint nem tudom, hogy igaz-e, pletyka csak, hogy azért maradt a Kondás valójában, mert az az edző, akit kinéztek, az majd csak nyáron hajlandó jön, nem akarja adni a nevét a már tuti kieséshez. Ez elképzelhető? Hogy igazából már nem volt, aki ezt bevállalja. Hát, ha belegondolok, most gondold végig, aki ebbe a helyzetbe elvállalja a csapatot, azt gondolom, hogy ha kiesik a csapat vele együtt, ezt nem lehet az ő nyakába varni. De attól még a papíron már ott lesz, az lesz, hogy ő vele esett ki, de igen. Ettől függetlenül azt mondom, hogy ha egy komoly ember, akkor legalább nyárig tudott volna egy szintfelmérést csinálni, meg tudta volna mondani, hogy ki az, akikkel ő a következő évben neki megy. Ezt azért, ha nyártól valóban lesz egy új edző, ezt azért egyelőre kívülről kell, hogy megtegye. Mm. Hát ha ez igaz, akkor viszont nyilvánvalóan Kondás elemérben a bizalom azért vagy felé megrendült. Nem tudom, nyilvánvalóan a belső berkeket nem ismerem. Azzal együtt, hát hogy is mondjam, hogy finoman fogalmazok, hogy történtek nagyon-nagyon furcsa dolgok a Vasasnál az elmúlt időszakban. Meg is van az eredménye, 12. Nézd, nehéz úgy egy klubot vezetni, hogy meg fura a szurkolóknak az, hogy sajnos ez néha úgy tűnt, mintha nem a Vasasról szólna ez az egész történet, és akkor itt én rakok egy pontot, tehát nagyon sokan fogják tudni, hogy én most miről beszélek, tehát itt azért a klub az első, a Vasas az első, nem pedig egyes személyek. És akkor szerintem ezt itt... Ha visszahívnának téged, visszamennél? Ó, hát a szurkolók ilyenkor érzem, pedig engem is kritizáltak, de ilyenkor, igen, ilyenkor nagyon érzem, hogy azért csak tettem valamit a Vasasért, nagyon-nagyon sokan írogatnak, és nagyon sokan várnak vissza, attól függetlenül, hogy ez most nálam nem téma. Kinek kell, hogy megkeressen téged? A Vasas elnökének, Markovics úrnak, vagy kinek? Hogy gyere ide és segítsél a Vasas labdarúgó szakosztályon. Hát igen, bárki megkereshetett, még nem biztos, hogy igent mondok, de nyilvánvaló azért a Vasas az, amin azért nagyon mélyen elgondolkodnék. Ezzel kérdeztem, hogy... Nem tudom, meglátjuk ezt a témát, most kár feszegetni. De ezt nem lehet, hogy bármikor, bármely percben aktuálissá válhat. Kaptam felkérést már, nem csak onnan, úgyhogy ez majd az élet eldönti a elkövetkezendő időszakban. Jó, hát akkor el lehet könyvelni Vasas MV2, el lehet könyvelni azt is, hogy nem ártam már most elkezdeni fiatalokat beépíteni, hogy szokják a NB1-es légkört. Ugye, így röviden zanzásítva. Furcsa helyzetbe került most a Vasas, mert igazából ugye kérdés, hogy feladták-e. Ahogy én olvasom, még nem. Egyébként más jó nem, sportember. De kifelé más nem mondhatnak. Tehát igen. Ez megint rossz, tudod, hogy ebből vonjuk le a következtetést, amit ugye elhangzik, amit kiengednek az öltözőből, csak ugye sok esetben csak azért hangzik el az, mert mást nem mondhatnak. Igen, csak ugye van egy nagyon furcsa helyzet most, hogy gyakorlatilag még ha matematikailag nem is, de jó eséllyel búcsúznak az első osztálytól, miközben pedig ott van egy kupa győzelem ígérete, tehát kvázi ha most nagyon befiatalítanak, akkor elveszítik azokat, akikkel esetleg a kupát meg lehetne nyerni. Szóval ez nem egy könnyű helyzet most per pillanat, mert a bajnokságban egyértelműen a fiatalokkal kellene most már tovább menni, viszont a kupa meg ott lebeg nekik, a Vasas azért nem nyert nagyon régóta semmit, azért nézd, ha fogadni lehetne arra, hogy Vasas nyeri a magyar kupát, én azt mondanám, hogy nem. Tehát nem fogadás kérdése, tudom, csak azért mondom, tehát nem látszik, ezen a Vasason nem látszik, és nehezen lehet elképzelni, hogy nem kapott új impulzus. Akár is vesszük, nem kapott új impulzus. Még az sincs, hogy esetleg az új seprű, jó seperre, és akkor egy darabig el lehet vele elbickélni. Nincs. Most hogy tudja motiválni a régi edző? Ha eddig nem tudta őket motiválni, hogy szerethető csapat legyen, hogy úgy játszol, hogy szeresse a közönség, akkor most mitől fog tudni
motiválni. Értem a logikai okfejtésedet. Igen, lehet, hogy szerencsésebb lett volna egy új edző most, de mivel mondom még egyszer, nagyon nehéz így véleményt mondani kívülről, ezt inkább én nem teszem meg. Azt is furcsáltam egyébként, hogy pont ezt a három játékos. Egyébként a tavaly ősszel, amikor az Elemért kinevezték, akkor még Belgiumból telefonáltam neki, és mondtam, hogy két hét múlva az övök is. Mondtam, Elemért, figyelj, segíteni akarok, szeretem a Vasast, téged is kedvellek. Mondom, szerintem menj be az öltözőbe, beszéld meg a kollégáiddal, és az első dolgod az legyen, hogy két embert, akit a legkevésbé tudsz használni, azt tedél ki az öltözőből. Nagyon sok túlélőt érzek, és ezt én elmondtam az Elemérnek, és nem tette meg, de hát nyilván én csak javasoltam, a felelősség az övé. Nem tette meg, majd most rá fél évre nem kettőt, hanem hármat kirakott az öltözőből, szerintem későn. Bártani akartam, de ezt nem tudom magamba tartani. Pont, hogy nem tette meg, aztán később megtette. Mi van akkor, ha nem is ő tette? Nem is ő nem akarta meg, lehet, ő már meg akarta tenni. Nem tudhatjuk ezt sem, ez egy belső. Belső viszonyokat nem ismerjük, így van. Így van? Így van. Mert elméletileg ez is benne van. Hogy nem a Kondás elemére múlott az, hogy ő akkor nem fogadott neked szót, nem fogadta meg a tanácsot, lehet, hogy meg akarta, csak... Tehát de azért amikor tudhatjuk. Amikor egy edző oda kerül valóvá, azt gondolom, hogy az első döntésekben szerintem hagyni kell szabad kezet neki. Nem tudom, hogy kapott-e. Ezt te gondolod? Bocs. Nem tudom, hogy kapott-e. Minden ember más és más. Nem tudom, hogy kapott-e. Ezzel együtt itt most egyet értek azzal a edzővel, aki nem akarta nevét adni a kieséshez. Hát furcsa. Jó. Furcsa. Nagyon pörög az időnk, gyorsan. Egyet. Mi van a fiaddal? Kint van Belgiumban. Hol játszik pontosan? Lommelbe. És ez egy belga másodosztályú csapat. Felnőtt? Felnőtt csapatban természetesen. Minden rendben van körülötte. Mondhatom, hogy felemelő érzés volt, mert Belgiumban... Játszik minden meccsen? Minden meccsen kezdő, igen. És játszik. Össze volt egy sérülés, ott volt egy pár meccs, amikor nem. De minden meccsen kezdő. Nagyon elégedettek vele, és mi is nagyon elégedettek vagyunk. Ez a Belgium melyik osztályában van? Belgium másodosztályban. Másodosztályban, futballozunk felnőttek között. Felnőttek között, igen. Nagyon sok tehetséges játékos játszik a belga másodosztályban, és rengeteg scout, rengeteg megfigyelő jár minden meccsre. Nagyon sok színesbőrű fiú, rengeteg a világ minden tájáról. A Lommel különösen, ugye, mert a Manchester City-nek ők a szatellit csapata, és itt Brazíltól, finnig, kosztarikaitól, szlovénig, svédtől, kosztarikaiig, mindenféle nációból. Tehát jó helyre került, jó helyen van a fiatal. Nagyon jó helyre került, és ezt azért merem mondani teljes bizonyossággal, mert fél évig kínéltem vele Belgiumba. Ugyanis az a szabálykin, hogy 18 éves kor előtt ott egy nagyon vigyáznak a gyerekekre, ott nem élhet egyedül egy 17 éves fiatal. Két dolog közül választhatunk volna, hogy a beköltözik egy családhoz, vagy az egyik szülő kimegy vele, és akkor ezt én nagyon szívesen fővállaltam, de mondom, életem legszebb időszaka volt, és mondom, felemelő volt ott együtt menni vele az edzésre, nézni az edzéseiket, úgyhogy mondhatom, hogy jó helyre került, nagyon-nagyon... Meddig lesz ott a Belgiumban? Mik a kilátások? Onnan merre vezethet az útja? Nagyon korai még beszélni róla, vagy lehet, hogy nem is annyira korai. Nagyon-nagyon elégedettek vele. Egyébként azt nézőknek is mondom meg neked is, hogy minden edző angol, tehát igazából Belgiumban van a csapat, de nagyon érezni a City hatását, úgymond nagyon-nagyon jók az eredményei, nagyon-nagyon szépen fejlődik, és ezt örömmel mondhatom, és büszkén is, apaként is, de akár a magyar labdarúgás egyik vezetőjeként, hogy ott kín a különböző nációk, különböző labdarúgói közül benne látják a legnagyobb potenciált, és ez nagyon jó hír. Kell neki még egy-két év erősödés, és akkor szerintem jó dolgokat fogunk még hallani. Akkor egy-két év még akkor ott lesz Belgium. Ez sem biztos, mert most olyan fejlődési, annyira emelkedett itt a fejlődési szintje, hogy nem kizárt, hogy egy másik Manchester City által birtokolt csapathoz áthelyezik, de ezt nem tudjuk ma még. Jó esély van rá, azt mondhatjuk. Most az U19-es válogatottba lépett pályára. Igen.
kicsit sajnáltam őket, mert Anglia ellen kikaptak 1-0-ra. Azt még jobban sajnáltam, hogy nem tudták a magyar nézők látni a meccset, én sem sajnos, de nagyon biztatóan játszottak, és nagyon-nagyon közel álltak a angolok ellen a pontszerzéshez, akik egyébként címvédői a tornának. Most a görögök ellen pedig a 85-ben kapták az egyenlítő gólt, úgyhogy most már sajnos így a továbbjutás az már elúszott, mert csak az első jut a csoportból ki. De még egy icipici esély van akkor, hogyha megverik 2 góllal a Izlandot, és a angol-török meccs döntetlen lesz, akkor csoport elsőként ők tudnak továbbjutni, uh-huh. De ehhez most már nem elég az, hogy ők 2 góllal nyerjenek. Uh-huh. Felnőtt válogatottba mikor kap a lehetőséget? Rengeteg időnk van, 18 éves még nemrég múlt, úgyhogy az hát mindenképpen... Már van több fiatalabb is a felnőtt válogatott. Igen, hát már egyszer kapott lehetőséget, úgyhogy annak örültünk. A Márko Rossi folyamatosan figyelemmel kísérni. Most is az ő javaslatára mentünk az U19-be, mert egyébként az U21-ben játszott volna. Csak a szövetségkapitány azt mondta, hogy mivel a U19-et segíteni kell, a magyar labdarúgást, így, és ott tétmeccsek vannak, így az Alán menjen oda játszani, és akkor most az U21, mivel csak barátságos mérkőzéseket játszott, így most attól eltekintettünk. Akkor azt mondod, még 1-2 év, és akkor majd a felnőtt labdarúgó válogatottnál is ott lesz, akkor már stabilan? Én remélem, és hiszek benne, hogy így lesz, igen. Persze attól, hogy lehet, hogy már nyáron tovább megy egy másik. A kettő nem feltétlenül függvénye egymásnak, de ha mondjuk egy jobb csapathoz kerül, és ott is be tudja verekedni magát, akkor szerintem az a legjobb. Akkor a szövetségkapitány jobban nyúl egy olyanhoz, aki kiemelt szintű bajnokságban játszik, és az első osztályba. Persze hát látjuk, az angol negyed osztályban, harmad osztályban is vannak jó képességű. Vannak, bizony vannak, igen. És még a német ötödosztályban is. Vannak mindenhol, hát a belga másodosztályt azt úgy kell elképzelni, hogy 12 csapat van csak. Rengeteg fiatal játékost játszhatnak, és mindenki nagyon éhes, mindenki előrébb akar jutni, és mondom, rengeteg a megfigyelő. Én azt gondolom, hogy ott a legjobb csapatok itt a magyar első osztályban gond nélkül bent tudnának maradni, sőt, a Fradi után a jobb csapatok, egy Molenbeek, egy Bersot, az simán üti a Fradi alatti bármely csapat szintjét. Zárásként 1 percünk maradt. Este 3:49-kor elkezdjük az EB selejtezőt, ugye Bulgáriával szemben. Mi várható? Hát, a statisztikák szerint a magyar válogatott sokkal jobban egyben van, mint a bulgár válogatott, de hát ez csak egy statisztika. Hát a magyar válogatott most szerintem így ez tényleg nagyon jó megfogás, nagyon egybe van, most úgy minden jól sül el. Én azt gondolom, bizakodva várhatjuk este a meccset, szerintem meg is fogjuk nyerni. Szerintem jobban válogatottunk képességek alapján, de szerintem a bulgár válogatottat úgy megnézegettem, talán még jobb csapatokban is játszunk, mint az ő játékosaik, főleg úgy, hogy több sérültjük is van. Hát, Nem ez lesz a legnehezebb meccsünk szerintem a továbbjutást illetően. Ha nem? Hát nyilván a szerb kell lenni. Jó, de hát az Montenegró, első kettő, tehát... Montenegrót nem szabad lebecsülni, mert Montenegró már egy, azt hiszem, 500 ezer lakosú ország, de néztem a játékosait, ugye ők verték meg Bulgáriát. Igen, megverték Bulgáriát, és hogy komoly bajnokságban játszanak a játékosai, úgyhogy meg hát nyilván ez a úgymond volt jugoszláv országok, tagállamok, azok azért. Hát már meglátjuk, mert minden esetre papíron olyan simának tűnik a minimum második hely a magyar válogatott számára. Igen, de a Márko Rossi alanál biztos nem örülne, hogy simának tűnik a második hely. Második helyre is sokat kell tenni, de ha sokat teszünk, akár lehet első hely is. De az mindenképpen ma nyerni kell, hogy... Mindenképp Antrénak azért az egy jó fontos dolog lenne elindulni egy győzelemmel, hogy az úgy adjon egy lökést, és akkor meg tud indulni a csapat. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, akkor kíváncsian várjuk, hogy mi történik a Vasassal, mi történik a fiaddal, és mi történik veled. Mert előbb-utóbb az MTK játékos megfigyelője pozícióból gondolom szeretnék kilépni.
Nem feltétlenül. Tehát ma már, hála Istennek, nem kell minden áron hajtanom a pénzt, tehát a család rendben van. Nincs, de attól még van az ember egy belső. Hát igen, kényszer, van és most hajtja. Már úgy van bennem motiváció, hogy még alkossak egy nagyot. Kaptam is egy felkérést egy vidéki csapattól tavaly előtt ősszel, de akkor még a fiam még itthon volt, még akkor őt akkor nagyon úgy azért kellett vigyáznom a dolgokra, és akkor nem tudtam elvállalni sajnos. De most is vannak érdeklődések, aztán majd meglátjuk. Köszönöm szépen. Én köszönöm. További sportosat.